a jogának nevetni. Ez biztos hallotta már mindenki ezt a kifejezést. Egyébként általában mindazon jóga folyamatot, ami a transzcendens elérésére irányul, azt rázsa jogának nevezik. De van egy olyan, hogy hatha jóga, ezt is szerintem mindenki hallotta már, meg hát igazából, amik ilyen jóga stúdióban zajlanak, és tanítunk általában hatha jóga gyakorlatokat, hatha jóga ászanákat. És a hatha jóga pradipikán magyarázza, ugye Svátmarán Muni szerzeménye ez a hatha jóga pradipikán, magyarázza, hogy igazából a hatha jóga, tehát a jóga fizikai aspektusának a gyakorlása tulajdonképpen azért van, hogy az embert felemelje erre a szintre, felemelje a transzcendentális, felemelje arra a szintre, hogy a rázsa jogán tudja gyakorolni. Mert a hatha jóga ászanák és pranayama gyakorlatok és az ilyen jellegű jóga órák a egyéb elméleti képzés mellett gyakorlatilag képessé teszi a tudatunkat arra, hogy be tudjuk fogadni ezt a magasabb rendű tudást. Gyakorlatilag szatvikussá tesznek bennünket. Rajaszból, tamaszból kiemelnek. Hát nem tudom, hogy nem, most nem is, akkor nem veletek példáhozok, csak amikor az első életem, az első hatha jogája, a jogáján részt vettem, akkor az nekem egy annyira frusztráló élmény volt, mert relaxációval kezdtük. Lefeküdtünk savászana. Relaxációval kezdtük? Ez egy olyan jóga volt. Relaxációval kezdtünk, lefektettek is. 20 percen keresztül nekem csak feküdtünk. Mondom magamban, atya, úristen, és akkor mondta a jogoktató, és akkor csörgő, patak, és a falevér úszik a patakon, patakba, és akkor elképzelem, és akkor ott egy madárka, és hallom a csicsergését, és úgy tudom, a jó, és megállom. Hova került? Én jogázni akarok. Aztán 20 perc után joga is volt, sabacsony. Persze azóta már tudom, hogy ez egy fontos része a jogának természetesen. De akkor a rajasz kötőjeiben lévő tudatomnak a biztosítékát kicsaptak a pár. De aztán jóvá tette a jogoktató, mert ászanákkal is foglalkoztam. Tehát egy komoly képzésen keresztül gyakorlatilag egy nagyon-nagyon komoly mentális és pszichés és érzelmi fejlődésen megyünk keresztül. Vagy egy másik sztori, nem mondok nevet és irányzatot, egyszerre egy egyébként kedves barátom mesélte, hogy jó, meg kell másítanom a történetet. Egy másik jóga tradícióban mesélte, hogy igen, ő látta az adott tradicionális irányzatnak a kiírását, hogy akkor pont tradicionális jóga irányzatban, akkor most jóga tanfolyam indul. És akkor elhatároztam, hogy ő akkor hát már régen akart, régen szerette volna a jógát megtanulni, hogy akkor ő elmegy. Befizette a tanfolyamra, és bement az első órára, és akkor ott valami leples, kopasz emberek megjelentek, egy harmóniummal, egy didangával, és az első másfél órás jóga óra, az bajangóra volt. Láttam, és azt mondja, hát rossz helyre jöttem. Bacsa, tudja mindenki mi az a bacsa? Tudja neki, bocsánat. Hát, és akkor mondta, hát én jóga órára jöttem, kemény pénzt kifizettem a tanfolyamért, és mit tudom én. És mondtam, hogyha ebben a rendszerben akarsz jógázni, akkor ez az első jóga órá. És nem volt mese. És aztán persze jöttek a többi órák, ahol volt ászanoktatás, pranayamoktatás, jóga nidra, és a többi, és a többi. De hogy amikor egy ilyen jóga tanfolyamon, vagy egy hatha jóga képzésben részt veszünk, akkor ez nagyon-nagyon komoly fejlődést ad az embernek. És gyakorlatilag képessé teszi őt arra, hogy a magasabb rendű folyamatokat is gyakorolja, és azon a szinten éljen. Nem tudom. Ezt szeretném, ahogy elmond. Ja, tehát, hogy most, mert csak hogy nagyon magas szintű dologról beszélünk, és hogy hogyan tudjuk össze rakni ezt a dolgot, hogy ide jövünk, ászanázunk, és egyszer lesz belőlünk egy olyan személy, aki korán kell. Hogy ez egy működőképes folyamat az, hogy ide jövünk egy teljesen más motivációval, és akkor ezután a fél év múlva észreveszünk, hogy egy ilyen előadáson vagyunk. Szóval
Te is beszélve. De bocsánat, nem, csak a kötést, hogy próbálom kötni a gondolatokat ehhez a magas szintű dologhoz, amit te beszélsz. Igen. És aztán hát a második fejezetben végig Patanjali erről beszél, hogy mit kell csinálnunk, és akkor magyarázza az ászanákat. Ami egy érdekes dolog, Patanjali nem, tehát igen, magasra teszi a lécet, mert hát egyrészt szereti tudni azt, hogy a tanítványai is mindig látják a célt a szemük előtt. És hát ennek köszönhető az, hogy ugye, nagyon vicces volt, hogy valahol, talán a Wikipédián, ugye a mindentudó virtuális könyvtáron olvastam valamikor, ugye a jóga ászanák, a 84 tradicionális jóga ászana, ugye, hogy legelőször Patanjali jóga szutrájában van leírva. Azóta már ez a poszt kiavítója. Most Patanjali a jóga szutrában egyetlen egy ászanát se ír le. Nincs benne. És a 196 szutrából három szútra foglalkozik az ászanákkal. Természetesen ennek több oka van. Egyik azt, hogy jelezze azt, hogy az ászanáknak a jelentősége a jóga teljes folyamatában nem olyan nagy, mint ahogy mondjuk esetleg első kézből tulajdonítanánk neki, viszont eléggé fontos ahhoz, hogy foglalkozzunk vele. Ezt a kommentátorai már a 4. században, 4. 5. században, 9. 11. században részletesen leírják, hogy milyen ászanákat gyakorolja a jógi. De amiről Patanjali ír, azt mondja, hogy egy helyesen végrehajtott ászana, ezt írom, hogy szukhamászana, szilárdan megtartott és kényelmes. Ez a definíciója az ászanának. Ez üzenet is mindannyiunknak, hogyha megtanulunk egy ászanát, az akkor tökéletes, amikor szilárdan megtartod és kényelmesen vagy benne. Van egy ismerősöm egy harmadik joga tradícióban, aki 6 hónapos terhessen 2,5 órát állt fejenállásba, de csak azért, mert aludt közben. De nem roskadt össze, ez a Jézusom, ez arra utal, hogy te biztos vagy mi mindannyian összeroskadtunk volna fejenállás közben, mert alszunk, de jó aludt közben. Persze ez egy extrém példa, de ez egy megtörtént valós esetben. Szóval sztíram szukhamászanam, és aztán azt mondja a következő szutrában, hogy prajatnasan tiljananta szamápatívjam. Hogy ezen kívül akkor megfelül az ászana, hogyha erőlködés nélküli, és itt jön a csavar benne, hogy benne a meditációban elért tudatfolyamatok vég nélkül feltartható. Tehát ha az abszolút szintet nézzük, ez az ászanáknak a célja. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez gyakorolni kell az ászanákat. És ennek van az üzenete, hogy ahogy valaki gyakorolja az ászanákat, és ennyire odafigyel, ugye nem véletlenül van megtanítva azt, hogy mi a kiindulási póza egy ászanának, hogyan vett fel, hogyan, persze ez igarányzatoktól is függ, meg tudom én, egy hétköznapi hatha jóga órán más, egy hot jógán más, egy astanga vinyasa jógánál más, a módszer, más a lebonyolítás. De ott is mindenhol hangsúlyozva van az, hogy hogyan veszed fel, hogyan lélegzel közben, hol áll a kezed, hogy a gerinc oszlopod, a fejed, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon komoly személyiségfejlődés ez. Szóval ez így ebből a szempontból egy nagyon, nagyon fontos dolog. De ugyanakkor jóga szentírások, tehát van a két legfontosabb hatha jóga szentírás, a hatha jóga pradipiká, meg a mondjuk a Shiva szamhita, hát van még a Miranda szamhita is. Ez a kettő, ez nekem a kedvencem a Shiva szamhita, ez egyébként egy ősi 15. századra teszik ezt az írást. Ez az Úr Shiva beszél Parvatihoz. Azt mondja, hogy 8.400.000 ászana van, annyi ászana, hány létforma. Ezek közül a Földön élő emberek számára 84 hasznos. A 84-ből van 4, ami különösen hasznos, és ha ezt a 4-et végzed, akkor az elegendő. Felsorolja a 4-et, de ezek közül van 1, amit ha gyakorolsz, akkor eléred a tökéletességet, és csak ezt az 1-et írja le, hogy hogyan kell kivitelezni. Ez egy hatha jóga szentírás.
És ráadásul ez az egyetlen egy póz, amit az Úr Shiva leírott, ez a Siddhasana, egy ülőpóz. Most ezzel ki lennék segítő, ugye? Nem tudom, Európában hány jogassam élne meg, hogy csak a Siddhasana meg. Meg hát persze, ne felejtsük el, hogy a Yoga Sutra és ezek a Hatha Yoga írások is a kornak megfelelően interpretálták a jogát. És aztán már természetesen a Hatha Yoga Pradipikának már aztán 16 ászana van leírva, a Gélanda Szamhitában 32. Tehát igazából a helyi idő és körülmények azok, amelyek befolyásolják, hogy mondjuk a joga fizikai aspektusát hogyan tanítják a joga tanítói. És hát nyugaton meg, már bocsánat, hogy mindenki nevéből beszélek, de annyira korcsul élünk, egész életünkben ülünk, vagy egész életünkben állunk, zéró mozgás nélkül, hogy egyszerűen ahhoz, hogy az elme és a szellem egészséges maradjon, a testet is karba kell tartani. És erre meg a jogászanák kitűnőnek, talán olyan gyakorlatok még kitűnőnek. Szóval. Más kérdés esetleg? Megyünk tovább? Még egyet. Persze. Hogy itt van egyértelmű magyarázat a verseknek a jelentését, és hogyha valaki egy kicsit elkezdi tanulni a szanszkritoszhoz szavak, tényleg ezt a dolgot közvetítek, ezt a filozófiai hátteret. Hogyan lehet ezeket a dolgokat úgy fordítani? Most itt egy kicsit annak a jelentősége, hogy Yoga Sutrák így, úgy ahogy van. Bhagavad Gita úgy ahogy van, Yoga Sutrák úgy ahogy van. Mert a Patanjali Yoga Sutrák alapján aztán beszél mindenki mindent. És hogy, hogy mi a jelentőség annak, hogy mi egy hiteles interpretációt kapjunk, mert itt, ahogy te ezt így leírtad, én azt mondom, nincsen kérdés, ez hogyan lehet átírni úgy, hogy nem ez? És ugye ezek alapján beszél annyi mindenki, annyi dolgot, és pláne az, hogy az ászana gyakorlás, ugye az ashtanga tradícióban, hogy ugye Patanjali Yoga Sutrákról beszélnek, aztán közben meg 99%-ra az ászana van, ugye a hangsúly. És ugye hát az, hogyha esetleg egy picit érdekel, akkor van egyébként önmegvalósítás, de valahol ez sem említik. És hogyan tudják facsarni ebből a dologból azt, hogy nem? Ennek az az oka, hogy Patanjali Yoga Sutra gyakorlatilag egy használati utasítás ahhoz, hogy hogyan használjuk az emberi életet a felszabadulásig, viszont ő nem tárja fel azt, hogy ezt milyen irányzatban csinált. Nem említi meg Isten nevét, azt mondja, hogy Isvara. Persze vannak információk, ami alapján ez kikövetkeztethető, de elsősorban ő egy módszert ad, és például, ami egy érdekes, ezt kevesen tudja, hogy Patanjalinak ma nincsen hiteles tanítványi látszolata. Nincsen. Mert Patanjali Yoga Sutrája nem képvisel egy szampradáját. Nincs egy olyan tanítványi látszolat, nincs benne egy konkrét... Ugye a védikus kultúrában a jóga mindig a transzcendens imádatával együtt jár, és konkrétan meg van fogalmazva, a neve meg van mondva. Ha valaki Brahmannak hívja, akkor Brahman, ha valaki Krisnának hívja, akkor Krishna. De meg van határozva az irány, hogy kit akarok elérni. Patanjali nem határozza meg, ő a felszabadulásig viszi el az embert. Egyrészt azért, mert minden más információ a védikus irodalomban benne van. És azért, mivel ő módszert ad, ezért aztán gyakorlatilag mindenki tudja használni, és mindenki használja, és a saját filozófiáját beletéve, és akkor csak hát úgy, hogy mondjuk, amikor azt mondja Patanjali, hogy Isvara, ami egyébként masszívan Istent jelent, egy személyes Isten, még mondja is, hogy Purusa, Visésa, tehát egy személy, akkor ott az Brahmanra változtatja valaki. Vagy amikor azt mondja, vagy egy másik irányzatban olvastam, ott az Isvarát a Guruval azonosították, hogy akkor az a Guru már a lelkitánítom Isten. Akkor, mit tudom én, amikor Vajrág, vagy egy kicsit más oldalról kicsit elszánt, vagy elvetemültem dolog, amikor valahol egy jóga stúdióban megmagyarázok, hogy az ahimsa, az erőszak nélküliség elvében nem tartozik bele a vegetáriánus táplálkozás. Vagy amikor azt mondják, hogy a brahmacharya az nem a szexuális önkontrollt jelenti, hanem azt jelenti, hogy valaki kutatja a brahmát. Ez azt is jelenti,
de hogy mind a kettőt. És tehát ez az oka, ezért könnyű Patanjali Yoga Sutráját úgy alakítani, ahogy valakinek tetszik. És még van egy másik oka is, hogy a szanszkrit nyelv az több dolog miatt érdekes. De az egyik érdekessége az, hogy nincsen szóközös, hogy mondják ezt? Központozás? Igen. Tehát a szavak, hogyha írják, olvasol egy olyan szanszkrit irodalmat, amit nem nyugati emberek számára adtak ki, hanem mondjuk Indiában veszel egy tekercset, ott nem látsz a szavak között szavak között helyet. Hanem ott maximum a ragokat észreveszed, akkor ott látod, hogy két szónak a határa van, vagy van egy ilyen szandi, amikor hangzók összeolvadnak. És ezért gyakorlatilag a szanszkrit nyelvben, egy szanszkrit szöveget több helyen is fel lehet törni. Mondok egy példát. Ezzel egyébként szanszkrit költők élnek is, hogy úgy írnak négy soros verseket, vagy nem négy soros verszakokból álló verseket, hogy verszakonként csak egy sort fogalmaznak meg. Mondjuk írjunk egy verset a Hortobányról. És ez lenne jó, fel tudnám írni valahova, de nem látok. Felírom sás, kacsa, patkó, vályog. Ez úgy nagyjából a Hortobányra ír, igaz? Következő verszor, sás, kacsa, patkó, vályog. Ez tökéletesen ugyanazokat a szavakat használta, ugyanolyan sorrendben, sás, kacsa, patkó, vályog. Sás, kacsa, patkó. Szóval a szanszkrit nyelv ilyen, hogy vannak is ilyen költemények, hogy egy sor, és ott van a slóka, ott van a négy soros, soronként 8 szótagú kis verssor, és akkor lehet, hogy van egy astaka, egy 8 verszakos mű, ahol csak 8 sort látsz. Mert négyféleképpen is fel lehet osztani ezt az egy sort. Szóval ez az oka annak, hogy amikor Patanjali Yoga Sutrájához valaki hozzányúl, akkor néha kedvére alakíthatja, csak megtalálja, hogy hol törje föl éppen, vagy így, vagy úgy a szutrát. Mindemellett még van egy másik idézőjelentett probléma, hogy minimum 10-12 jelentése van egy szónak a szanszkritban. Úgyhogy, de ha valaki tudja azt, hogy Patanjali mi alapján beszél, tehát vannak eredeti védikus írások, aminek a Upanishadok, Bhagavad Gita, bocsánat, Puránák, ezek a transzcendenssel foglalkozó védikus irodalomnak a gyöngyszemei, akkor egy hiteles fordítás és egy magyarázat úgy születik, hogyha az a fordítás és magyarázat összehangban van ezekkel az eredeti szentírásokkal. Aztán persze annyi, hogy a nyugaton, de hányan ismerik az eredeti védikus írásokat. Szóval az emberek többsége nem ismeri. És akkor így igazából könnyen bekajál mindenki, mint a szóval. Más kérdés esetleg? Nézem, hogy miket írtam ott fel. Egy picit az Ashtanga jogáról beszélhetünk még? Nem az Ashtanga vinyasa jogáról, ugye? Az egy másik más dolog, Patanjali Ashtanga jogájáról. Ugye ez a Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana és a Samadhi. Ezeket tudja mindenki, hogy mit jelent, ugye? Tehát szabályozó elvek, tiltások, testgyakorlás, légzés szabályozás, aztán az érzékszervek visszavonása, a koncentráció, a meditáció és a Samadhi, a teljes lelki elvenés. Na most egy fontos dolog, hogy az, hogy Ashtanga jóga, ez Patanjalinak egy választása volt, hogy ő most a jóga teljes folyamatát 8 részre osztva adja át. Az elmúlt 2 évnek egy idejét, egy részét azzal töltöttem, hogy végig tanulmányoztam azokat a kinyilatkoztatott szentírásokat, amelyek a jóga fizikai és mentális aspektusaival foglalkoznak, és van 30 jóga upanishad, olyan upanishad, ami Védákhoz csatlakozó, kinyilatkoztatott szentírás,
amelyek beszélnek így a jóga teljes folyamatára, fizikai és mentális lelki folyamatokról is egyaránt. És azt találtam, hogy a jóga teljes folyamatát mondjuk ezeknek a 60%-ában Ashtanga jógaként van említve, tehát a jóga 8 lépcsőjéről, 8 angájáról, testrészéről beszélnek. De bizonyos Upanishadok ugyanezt a teljes folyamatot kétfokú jógaként, 4 fokú jógaként, 5 fokú, 6 fokú, 10 és 16 fokú jógaként is közlik. Ugyanazt mondják el, mint Patanjali, csak vagy kevesebb, vagy jóval több formában. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy értsétek, hogy itt a jóga az egy olyan hatalmas folyamat, ami gyakorlatilag az anyagi élettől a lelki létig vezet, és aztán attól függően, hogy melyik szerző, melyik védikus szentírás milyen attitűddel mutatja be ugyanazt a folyamatot, különböző féleképpen osztjuk fel. Na, miről beszéljünk még? Szidhik? Egy picit beszéljünk ezekről a szidhikről is, hogy miért, egyáltalán miért beszél Patanjali erről a Jóga Szutrában, és megdöbbentő, mert egy egész fejezetet szentel. Tehát egy teljes fejezettel. Az ember nem is érti első pillanatra, hogy 4 fejezetből egy egész fejezetet szentel arra a dologra, amire aztán azt mondja, hogy ez mind akadály. És pont ez az egyik ok, ami miatt Patanjali a szidhikről beszél, mert a jóga gyakorlatilag egy olyan hihetetlen erőteljes folyamat, hogy már egy pici gyakorlás, egy pici fejlődés után hihetetlen eredményekre tesz el az ember. Fizikai aspektus és mentális aspektusnál is. Tehát csak elkezdi valaki a jóga ászanákat gyakorolni. Hát lecsökken az alvás igénye, táplálkozása automatikusan tisztelbbá válik. Persze, hogyha egy jó intenzív Ashtanga vinyasa után valaki hazamegy, akkor lehet, hogy többet akar aludni, mert 3 hétig izomláza van. De én itt a kiegyensúlyozott, rendszeres napi gyakorlásnak köszönhetően az anyagcsere folyamatok megváltoznak, alvás igény lecsökken, intelligencia, nem az intelligencia, hanem hogy mondjam, a gondolkodás és kreatív képességei megnövekednek. A hallás küszöböd lecsökken. Tehát egy csomó kedvező folyamat alakul ki, empatikusabbá válsz más emberekre. Hogyha már egy kicsit fejlettebb gyakorló vagy, csak az ászanákról beszélek, hihetetlenül hirtelen észreveszed, hogy valahogy jobban, könnyebben kitalálod más emberek gondolatait, jobban rá tudsz másokra hangolódni, figyelmesebb vagy, a tanulási képességed megnövekszik. És ez csak idézőjelben rendszeres ászana gyakorlástól megtörténik mindenki életében. Nem beszél az egészségügyi változásokról, hormonrendszered egy kicsit kiegyensúlyozódik, egy csomó ászana van, ami a belső elválasztású mirigyeket masszázsban részesíti. Tehát olyan hihetetlen dolgokat lehet meggyógyítani puszta ászanázással, hogy az ember nem is gondolná. És ezek még csak a hétköznapi eredményei a jóga ászanának, meg a jóga gyakorlásnak. Aztán, amikor már magasabb rendű mentális folyamatokat végzel, akkor jönnek ezek a szikik, amikről Patanjali beszél. És pusztán a tudatnak az ereje által. Ugye ez az, amit az emberek elfelejtettek a mai világban, hogy a tudatnak milyen ereje van. A tudat képes, a tudatnak hatalma. Tudattal Patanjali, hogyha valaki eltanulmányozza a 3. fejezetben, gyakorlatilag az a konklúziója, hogy a tudat által bármi lehetség. Nincs akadály. Szóval, ami az embernek akadály ebben az életben, az semmi más, mint a tudat. Hogyha azt mondod, áj, nem tudok ászanázni, vagy nem tudok rendszeresen gyakorolni, vagy nem tudok felkelni reggel, nem tudok vegetáriánus lenni, mit nem tudok még? Nem tudok ezt, nem tudok azt. Igazából semmi máson múlik, csak a tudaton. Amikor Patanjali ezeket a szitiket elmondja, egyrészt azért mondja, hogy felvilágosítson bennünket, hogy mi az, ami egy megfelelően gyakorló jogi életében megjelenhet, hogy számítson rá a jogi, és hogy azoktól egyrészt ne rémüljön meg, és tudja azt, hogy mit kell félrerakni az életébe, és nem foglalkozni vele.
stressz, főleg ez a motivációja. A tudatnak olyan ereje van, ugye kezdetben, tehát hogy kezdjük azzal, hogy ugye ez egy szemlélet, amit el kell sajátítani egy joginak, hogy a jelenleg tapasztalható tudatunk az még az anyag témakörébe tartozik. Tehát ez egy matéria. Finom fizikai anyag, ami a lelkedbe borítja, és amire épül ez a durva fizikai test. És ezzel a tudattal képesek vagyunk, hogy mondjam, cselekedni. Képesek vagyunk tenni dolgokat vele. Hát még ugye ezt nem akarok ilyen témába belemenni, de ugye vannak ezek a spiritiszták, akik vagy voltak, vagy lehet, hogy nincsenek. Ezzel arra akarok kiukadni, ugye, hogy sok ember mondja magáról, hogy különleges képességei vannak, de nagyon kevesen vannak tényleg birtokában azoknak a képességeknek. Szóval ezzel a tudattal az ember képes megismerni olyan dolgokat is, Patanjali magyarázza, ami nincs is az érzékeknek a hatókörünkben. Ez a tudat képes fizikai akadályok nélkül bárhova elmenni, bármit tapasztalni. Ez a tudat képes hatni más emberek életére. Ez a tudat más emberek tudata képes hatni ránk magunkra. Hányan voltatok már olyan helyzetben, hogy találkoztatok valakivel, és úgy éreztétek, hogy túlságosan belejön, hát így szoktuk mondani az aurába. Vagy hányan voltatok már olyan helyzetben, hogy találkoztatok valakivel, és azonnal minden energiátok elszállt. Vagy azonnal megváltozott a kedvetek, akár rossz kedvetek lett, akár jó kedvetek. Pusztán a jelenlétet, ami meg se kellett szólalni annak az embernek. Ez azért van, mert az embernek a tudata nem csak a testében, hanem a testen kívül is jelen van, és hatunk egymásra folyamatosan. Teljesen lehet ezt érezni, amikor mondjuk bemész egy helyre, mondjuk valaki egy pár ember beszélget egy szobába, és hirtelen a belépsz, még meg se kell, hogy szólaljon bárki, már egy atmoszféra ott van, ami azoknak az embereknek a tudata által jelenik meg, és azonnal hat ránk. Szóval ez egy fontos dolog, Patanjali azért helyez ekkora hangsúlyt erre a tudatra és a tudat képességeire. És olyan dolgokat mond el Patanjali ezzel kapcsolatban, ami azt bizonyítja egy jóginak, hogy igazából az a cél, amit én kitűzök a jóga gyakorlása által, ami olyan távolinak tűnik, ez igazából könnyen elérhetővé válik, hogyha valaki komolyan gyakorol, rendszeresen gyakorol, és elkötelezett követője a jógának és a gyakorlásnak. De most már igazából ti kérdezzetek. Látom, kezdnek opálosodni a tekintetek. Van egy téma, most rápillantottam a jegyzetemre, hogy a második fejezet elején Patanjali elmondja, hogy mire való a jóga. Tehát közvetlenül mit érhetsz el által, vagy mi a célja. És két dolgot mond, az egyik azt mondja, hogy a klésák, a szenvedést okozó tényezők megszüntetése, és a másik a szamádi elérés. Hát a szamádi ez a lelki tökéletesség felé vezető út. De ott vannak ezek a klésák, hogy mik ezek a klésák, ki az, aki hallott már ezekről a klésákról? Mindenki van ennyire, szuper. Ugye egyrészt, hát alapvetően van három klésa, ugye ez a saját elmém és testem által okozott szenvedések, ugye ez az adhyátmika klésa, más élőlények által okozott szenvedések, az adibautika klésa, és az adidaidika, a természeti katasztrófák által és félistenek által okozott szenvedések. Patanjali, amikor klésákról beszél, akkor ő kizárólag a saját elme által okozott szenvedésekről beszél, és ott öt dolgot sorol fel. És azt mondja, hogy a jógának a célja ettől az öt dologtól megszabadul. Az első ilyen klésa, ez az úgynevezett avidyá. Avidyá ez a tudatlanságot jelenti, a lelki létünkről való tudatlanságot. Ennek a következménye, amikor valaki elfelejti azt, hogy ő transzcendentális lélek, a következménye az, hogy az anyagi testével kezdi azonosítani magát, és ennek a velejárója az, mint a második klésa, az egoizmus.
Amikor valaki a testével azonosítja magát, akkor saját érdekeit is a test érdekei szerint határozza meg. És akkor ennek érdekében többé-kevésbé akár még nem teljesen etikus dolgokat is meg tudok csinálni. Amikor az egoizmuson túl haladtunk, akkor ugye, vagy nem haladtunk túl, hanem belemerültünk az egoizmusba. Ennek az egoizmusnak a velejárója az, hogy pásztázzuk ezt a világot, hogy hogyan tudjuk az egoizmusunkat, hogy van azok után a dolgok után, amelyekkel az egoizmusunkat ki tudjuk elégíteni. És ennek köszönhetően mi találkozunk boldogságot okozó dolgokkal, tehát az érzékszerveknek örömet okozó dolgokkal, és olyan dolgokkal is, amelyek boldogtalanságot, kellemetlenséget okoznak. Amikor boldogsággal találkozunk, az iránt az anyagi tudatunk a harmadik lését fejleszti ki, ez a rága, a ragaszkodást. Ez igazából sokszor egy félreérthető dolog, mert magyarázzák a Yoga Sutra kommentárjai, hogy ez nem azt jelenti, hogy baj van az anyagi világbeli boldogsággal, egy jogi szempontjából, hanem az a baj, hogyha a boldogsághoz elkezd ragaszkodni az ember. Vyásza ezt a példát hozzá, hogy nem az első falat cukorral van a gond, hanem azzal, hogy ezt újra akarod élvezni, és újra, és újra, és újra. Persze nem azt jelenti, hogy nem ehetsz még egyszer cukrot, de próbálj meg ne ragaszkodni hozzá. Ugye ez a rága, ő úgy fogalmazza, hogy a rága az anyagi tudat tapadással kellemeshez. És aztán persze, amikor boldogság után kutatunk, akkor automatikusan elkerülhetetlenül találkozunk boldogtalanságot okozó dukha, szenvedést okozó dolgokkal. És mit csinálunk, hogyha szenvedést okozó dolgokkal találkozunk? Mit csináltok? Másokat. Sophie? Másokat hibáztatunk benne. Igen, az is. Igen. Kerüljük. Igen, megpróbáljuk eltaszítani magunkat. Ezt Patanjali úgy fogalmazza meg, hogy vésa, ez az irtózás. Amikor ez lehet, hogy persze az irtózás az erős kifejezés, ez már azt jelenti, hogy borzongsz is azért, mert annyira kellemetlen valami, de csak ha valamit el akarsz utasítani magadtól, mert kellemetlen, az is ebbe a vésa kategóriába tartozik. Patanjali mond egy érdekes dolgot. Ugye a ragaszkodást így fogalmazta meg, hogy azt mondja, hogy szukha anusái rága, hogy az anyagi tudat tapadása kellemeshez. És a dvésának, az irtózásnak a definíciója az, hogy dukha anusái dvésa, hogy az irtózás az anyagi tudat tapadása kellemetlenhez. Szóval amikor irtózol, akkor is ragaszkodsz. Nem ragad, akkor a kutya a farkába harap, ugye? Egyik definíció, mindegy. Hanem az, hogy akkor is kötődsz az anyagi tárgyhoz, amikor írtózol, mert amíg írtózol, addig is ezzel a tárgyal foglalkozol. Szóval mi alapítom, Prabhupád így fogalmazta meg, hogy amikor ott áll egy ember és szorít egy fát, és azt mondja, hogy jaj de fáj, és tehát mi fáj? Hát az, hogy szorítom a fát. Tehát engedd el, de nem tudom, mert jaj de fáj. Szóval ez az írtózás, hogy nem tudod elengedni. Volt erre egy, nekem egy hihetetlen élményem. Egyébként a fóbiák ebbe a kategóriába tartoznak. Egyszer a Krisna templomból hazafelé tart, tehát tél volt. Az ottani ebédet már nem tudtam megenni, és akkor néhány purit, ilyen kis lepénykét, vagy ilyen olajba sült, ilyen kis, nem tudom mi ez, hogy mondják magyarul, ilyen kis kenyérkét. A maradékot ugye nem mondom ki, hanem viszem haza, hogy meg később megeszem, elfogyasztom. És a tél volt, nagy hó, megyek haza, ott a Pókocai lakóteremben laktunk még, és akkor láttam el, hogy ilyen éhenkórász varjak ott a hóba. Ott keresgélnek, és akkor elmondom, jógi, bakták, az élőlények, jó akarójára, megetetem őket praszlánnám, és elkezdtem dobálni nekik a purit. 3-4 varjú volt, igen ám, de a házak tetején található összes varjú meglátta. Olyan 50, kb. 56 varjú, azonnal méretülésben elindult. És közben az úton jött velem szembe egy hölgy, aki pekhére madárfóbiába szemben. De klinikai eset volt. És
ő még nem tudta a 60 varjút, ő csak azt látta meg, hogy az a 3-4 autogram, és azt mondja, hogy atya, úristen, és elkezdett fehéredni, és akkor megérkezett a 60 varjút. Levert a veríték, szó szerint, levert a veríték, megmelevedett, teljesen az arca, mint egy halott ember olyan állt. Én meg az infarktus majdnem jött, hogy ez az ember itt meg fog halni. 5 percig ott állt, és álltam ott körben, a varjokat is próbáltam elrémiszteni, de nagyon baj lett, mert akkor még jobban kavarogtak ott. Mindegy, aztán elcsendesedtek, és akkor egy 5 perc között, mire ez a hölgy magához tér, és akkor leültettem a havas, tehát még össze se tudott esni annyira. Ez egy extrém formája a vésának, amikor a tudat rátapad a tárgyára, mert ha el tudna engedni, nem lenne probléma. És általában az evilági szenvedéseinknek az egyik legfontosabb forrása az, hogy a tudat rátapad a szenvedések forrására. Egyszerűen az ember 99%-ban azért szenved, mert nem tudja a tudatával elengedni a szenvedésének a tárgyát. És általában nem attól szenvedünk, hogy levágja a villamos a kezünket, vagy giotinnal a fejünket, vagy kipérjük a hajunkat, vagy valami. Általában a szenvedésünk nagy része mentális szenvedés. És kizárólag azért, mert a tudatunk rátapad a szenvedés tárgyára. Most olvastam egy nem olyan régen egy cikket, és lehet, hogy nem jól mondom az adatokat. Az ilyen szenvedést és aggodalmat okozó dolgokkal kapcsolatban, hogyha 100%-nak vesszük a teljes szenvedés és aggodalmakat, mentális aggodalmakat, hogy is volt magyarázta a cikk, hogy ennek a mentális szenvedésnek a körülbelül a 65-67%-a múltbeli eseményekkel kapcsolatos, mivel már nem tud semmit csinálni. Aztán a maradékból a 10-15%-a olyan dolog, ami a jövő előrevetítéséből származik, elképzelem a jövőt, ami nagyon-nagyon nagy százalékban nem úgy szokott történni. És aztán azt hiszem még mondja azt, hogy 8%-a olyan emberek miatt van, akikkel nem tudsz mit kezdeni. És marad 4%, amit meg tudnál oldani, de már nem marad előre. Szóval ennyit az anyagi világbeli szenvedésre, és a önmegvalósított személyek csak ennyit szoktak mondani, amikor látnak egy aggódó embert, hogy just relax, csak lazulj el, nem kell olyan komolyan lenni. Persze ugyanakkor komolyan kell lenni, értem hozzá, amiről itt beszél Patanjali, és az, hogy a tudatod, ahogy viszonyítsz ehhez a világhoz. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Ugye ez volt a vésa. És amikor már a tudatlanság, a lelki tudatlanságból, az egoizmuson és a ragaszkodáson és az irtózáson keresztül végre felépítettél egy egzisztenciát, egyfajta öntudatot, akkor jön az aminivésa, ez az ötödik vésa, ami, hát ha etimológiailag le akarjuk fordítani, azt jelenti, hogy a folyamatos létezésre való vágy. Ami egyrészt adódik a lélek örök természetéből, de mivel arról nem vagyunk tudatosak, ezért a megszerzett anyagi körülményeinket, szépen felépített anyagi körülményeinket akarjuk folyamatosan fenntartani, és rettegünk, hogyha valaki megkarcolja egy picit az egzisztenciánkat. Rettegünk attól, hogy amit van, azt elveszítjük. Ennek az aminivésának a direkt fordítása, amit a leggyakrabban használunk, az a halálfélelem. Ez a gyakorlatilag ennek az aminivésának a legextrémebb formája, hogy félünk a haláltól. Félünk, hogy elveszítjük a testünket, félünk itt hagyni a vagyonunkat, mi történik, félünk itt hagyni a rokonainkat, stb. Stb. És ez az egyik legnagyobb félelem az ember életében, és a legnagyobb rettegés, még a halál pillanatában is. Sokszor ezt nem akarom a kedvét a csapatnak elvenni, ugye? De hogy ez, ennek mind az oka, az eredeti lelki énünkről, lelki létünkről szóló tudatlanság. Hát a Gitának is nem magyarázza, hogy gyakorlatilag a halál az csak annyi, hogy az ember olyan, mint hogy leveti az elnyűlt ruháját és újat vesz helyette. Na most mi nem teljesen gondoljuk ilyennek a halált, mi valami másnak gondoljuk, és ez azért, csupán azért van, mert azonosulunk a testünkkel.
Ugye ezzel találkozunk a leggyakrabban, ezt látjuk a tükörben leggyakrabban, és annyira azonosulunk vele, hogy amikor veszélybe kerül, akkor úgy érezzük, hogy mi is elpusztulunk. De a lélek az meghallhatatlan. És a jogának a végkonklúziója az ez, hogy megértjük, megértsük azt, hogy mi halhatatlan lelkek vagyunk, meg is valósítsuk azt, és visszanyerjük ezt a szvarúpánkat, ami a jóga célja, ami gyakorlatilag az eredeti lelki személyiség, ami négy fő tulajdonsággal rendelkezik, szat, az örök léttel, csit, a teljes tudás és tudatosság tulajdonságával, ánanda, az örök boldogság tulajdonságával, és vigraha, az ezekből álló lelki transzcendentális forma. Ugye ez a csúcsa, gyakorlatilag a jóga gyakorlásának, ennek a megértése és felelőtése. Aztán már jó sokat beszéltem, már mindenki elfáradt. Nem tudom, esetleg van-e kérdés, bármi. Van egy kis idő. Csak szeretnék kérdezni. Igen. Hogy mondjuk, hogyha lehet beleépíteni egy kicsit pontosabban a mindennapi életbe, ezt a jogikus élet, mondjuk egy család, vagy egy ilyesmi, ezt szeretnék esetleg segítséget, hogy a valósulat meg az, hogy mindennapokban meg legyen minden. Lehet, hogy a mindennapokban lehet, hogy nem lesz meg minden, de ha az ember tudja, hogy mi az, amit be szeretne illeszteni az életébe, akkor legelőször is ugye kiválasztja azokat a dolgokat, és megpróbál neki helyet biztosítani. Általában, most én nem tudok neked egy általános választ adni, mert innétől kezdve, amikor ez a kérdés felmerül, onnétől kezdve ehhez már levakarhatatlanul hozzátartozik egy lelki vezetőnek az elfogadása. Tehát egy olyan személy, aki már hosszú évek óta gyakorolja a lelki életet, tapasztalt, sokat látott már, esetleg már sok tanítványa is volt, vagy olyan, akiknek segített, és a te élethelyzetednek a birtokában el tudja neked mondani, hogy a te éppen aktuális gondolkodásod, élethelyzeted, jogával való kapcsolatod alapján mi az, amivel el kell kezdeni. És ez mindenkinél egyéni. Ez a szádana, ugye van az abjász, az a gyakorlás, ami általános állat, a szádana meg a napi rendszerességgel végzendő gyakorlatok, ami majdnem mindenkinél más. Persze van egy standard, aminek az elérésére általában törekszünk, de nem ott kezdődik, ahogy ugye Mitály mondta, hogy nem itt kezdünk, hanem elkezdjük a nekünk testhez álló és legjobban alkalmazható variáció. Alapvetően én amikor először szembesültem ezzel a problémával, akkor nekem azt tanácsolták, hogy nézzem meg, hogy mi az a dolog az életemben, ami fölösleges tevékenység. És abban mindenki tögivel talál, higgyétek el, egy csomó fölösleges dolog, amire nincs szükségünk, már nem anyagi dolgokra, az meg még több van, hanem olyan tevékenység. És akkor csináljuk azt, hogy most egy lemondás, hogy a felesleges dolgokat kezdjük el egy kicsit ritkítani az életünkbe, és abban az időben fogadjuk be a jogának különböző angáit, az ászana gyakorlást. Ugye azt legjobb reggel, hogyha mondjuk valakinek gyerekei vannak, és mondjuk a gyerekek ébresztik őt, akkor érdemes kitalálni, hogy akkor lehet, hogy egy fél órával hamarabb kellett, mint a gyerekei, vagy ha eddig fél órával hamarabb keltem, akkor egy órával, és akkor egy fél órát ászanázom. Aztán napközben, hogyha van egy kis idő, próbálok valahol ugye kilopni ugye a 24 órájából, akkor egy 10 percet olvasok valami jóga szentírás. És aztán este, hogyha van lehetőségem, akkor egy 10 percet meditációra. Vagy reggel meditáció, este ászanázás. Tehát még úgy is érdemes, hogyha az ember 10-10 perceket tud a napjából kiszakítani. Mert az intelligenciát is meg fogja adni ahhoz, hogy még több időt tudjál rászállni, anélkül, hogy mondjuk álmanyag volt a családodat, vagy a munkát. Ez mindenképpen az életednek egy bizonyos fokú átrendezését követeli, de ez nap mint nap még az anyagi életben is rendszeresen. Tehát emlékszem, amikor én még nem volt gyermekem, és állapotos lett a feleségem,
nem tudtam elképzelni, mert amikor terveztük már, akkor nem tudtam elképzelni, hogy fog beleférni az életembe. Mert hát nincs semmire időm. Hogy fog beleférni? És akkor megkérdeztem egy apukát, akiről tudtam, hogy ő is hasonlóan elfoglalkozott, és volt neki gyereke is. És mondja, ne gondolkozz erről volna, Fisna. Az egy gyerek meg kitapossa magának az időt. És és már két gyerekem van, és az is kitaposta. És jó, hogy kitaposta, tehát most ez nem az, hogy mondom, hogy ez rosszabb, jó, hogy kitaposta, mert ugye ezt nem kell magyarázom, az öröm a háznál. És tehát ez azt, nem azt mondom, hogy a jóga kitapossa, mert a jóga nem ennyire rámenős, a jóga nem tapossa ki magának az időt, de ezzel azt akartam mondani, hogy van kitaposható idő az ember életében, és ha igazán komolyan gondoljuk, megtaláljuk az időt, és hát itt én azt gondolom, hogy van nektek egy autentikus tanáratok, vezetőtök, lelki vezetőtök, akinek, ahogy említettem már, van 20-25 éves tapasztalata ebben, szóval én meggyőződésem, hogy ő erre egészen adekvát választ fog tudni adni. És lehet, hogy neked más választ fog mondani, mint neked, és neked, és neked. De a lényeg, hogy a szádanának a főelemeidre kerüljenek az emberekébe. És már elkezded, garantált a fejlődés. Garantált a fejlődés. Más kérdés esetleg? Egy pár szót mondasz a könyvedről. Na most szeretném azért hallani mindenki arra, de most a Foxot könyvedről, jogoszott rá, hogy igazából. Hogy a főiskoláról. Egy pár szót mozgatni. Igen, hát ez most azért is aktuális ez a téma. Ugye én már 98 óta foglalkozom a Yoga Sutrával, egy előadást hallgattam, volt a tanítóim a Yoga Sutráról, és akkor ennek a tanítom is már a főiskolában, a Pirdatai Tudományi Főiskolánál több éve, és akkor most ért meg azt, hogy végül a Yoga Sutrának a magyarázatait papírra tudom vetni, vagy hát számít elektronikus papírra. És most októberben jelenik meg az első fejezetnek a fordításai és a magyarázatai is, ami talán azért különleges számomra, mert a fordításnál is és a magyarázatnál is próbáltam szigorúan ragaszkodni a védikus irodalomnak a kijelentéseihez. Általában az van, hogyha valaki Patanjalitól olvas valamit, egész biztos lehet benne, hogy a védikus irodalomban megtalálja az eredetiét. És akkor annak a fényében írtam a magyarázatokat, fordításokat is. És ugye 4 fejezet, 3 kötetben lesz kiadva. Az első fejezet egy külön kötet, 360 oldal körül lesz, második fejezet ugyanígy egy kötet, és akkor a harmadik, negyedik fejezet egy kötetben, mert ezek rövid, főleg az utolsó fejezet, ez egy rövid fejezet, ami felszabaduláson szól. És egyébként, ha valaki szeretne belekukkantani a magyarázatokba, hogy elkezdtem már egy pár hónapja közölni a magyar fordításokat, meg a magyarázatokat, van egy ilyen honlapom, ez a gaurakrishna.hu, szerintem itt néhányan olvassátok is. Az eseményt, Facebook eseményen mindent meg fogok osztani, jó? A hivatalos oldalt, a gaurakrishna.hu-nak a weboldalát, meg akkor ott föl tudják veled venni a kapcsolatot. Igen. Dr. Tócsó Malászló? Igen, úgy vagyok, Tócsó Malászló, Góra Kisna Lász. És akkor ott az eseményben, ami mostanában is ott ismerj igazából, meg ott találnak téged. És aztán a Kapirinatai Tudományi Főiskola fogja kiadni, hogyha valaki szeretné, akkor meg lehet rendelni e-mailben. És hát lelkesítenélek is benneteket, hogyha valakinek esetleg van kedve hozzá. Ugye a főiskolánkon, ugye ez egy teológiai főiskola, de két képzésünk van, két fő irány, az egyik egy vastagabb teológus képzés, ami gyakorlatilag a Krisna tudatról egészen mélyen tanít és képez teológusokat, illetve van egy vastagabb jogamester képzésünk, tehát a Szofi ott tanul. Vannak itt végzett hallgatók is. Ahol gyakorlatilag mindezekről a dolgokról, amiről most meséltem, egész részletesen hallatok, és nem csak elméleti órák, gyakorlati órák keretén belül masszív ászana és pranájamutatás, és a kiegészítve
Tehát egy eléggé komoly képzés, én azt gondolom, hogy az egyik legkomolyabb képzés, jogalkotó képzés Magyarországon. Nem könnyű azt is el kell mondanom. Általában a hallgatóink azért a három év végére lefeleződnek, mert sok tanulnivaló van. Gítát tanultó, védikus szentírásokat, szanszkrit, nem lehet megúszni. A Yoga Sutra, Asana, hát sok-sok minden. Hogyha gondoljátok, a főiskolának a honlapjára felmentek, akkor ott a megfelelő linkeket megkattintgatjátok, akkor még a tantárgyakat is meg tudjátok nézni, hogy milyen tantárgyak vannak. Ez egy nappali tagozatos és levelező tagozatos oktatást is adó főiskola. Ugyanúgy államilag elismert diplomát, a Deulo-konform diplomát két jelvel, és diákigazolvány, hallgatóint ösztöni. Tehát minden, ami egy általános főiskolán egyébként.